autentikus, a településre jellemző építészeti stílusban készült el az Atalay Tájház 2007-ben. Az itt található berendezések és gyűjtemények a múltba kalauzolnak el, a vidéki parasztemberek hajdani életéről mesélnek. Tiszta szobára jellemző, hogy itt található a vetett ágy. Ez általában több párnával, díszes, hímzett mintákkal van ellátva, illetve hogyha körbenézünk a falakon, szentképeket találhatunk, illetve a család fényképeit helyezték el. A szekrényekbe azokat a ruhákat helyezték el, amit ünnepi viseletre használtak többnyire, illetve olyan lakástextileket, amelyek értékesebbek voltak. Aztán a sublótban helyezték el azokat a péntőket, amelyeket misenapon vagy pedig ünnepnapokon vettek föl. Aztán láthatjuk még a netszet, ami az atalai hölgyeknek a jellegzetes menyecske viselete volt, illetve itt a babán is látható. Aztán a többrétű péntő ott helyezkedett el a sublótba, illetve a török-bécsi szoknya, ami jellegzetesen atalára. Ezt általában a régi idősektől hallottuk azt, hogy masinisták hozták ide atalába méterszám, és akkor az asszonyok itt vásárolták meg a masinisztáktól, ők varták meg saját maguknak ezeket a szoknyákat. Jellegzetes atalai népviseletre az 5-6 péntős viselet, illetve az alsó szoknyából 5-6 péntőt vettek föl. Hogy magas legyen a fara, illetve hogy kerek legyen maga a népviselet, általában pufándit kötöttek a faros részre, és erre jöttek rá a különböző péntők, amelyek, hogyha jól ki voltak keményítve, akkor igen, nagy kerek formát mutattak az asszonyokon. Fölül hímzett blúz volt, vagy selyemből, vagy brokátból, illetve amitről beszéltem, a gyöngyös necről, amit jellegzetesen a kaposmenti települések között Csomára, Batéra, Nagyberkiben hasonlóak voltak a népviseleti stílusjegyek. Úgyhogy itt általában ez még ma is a pávakör az, akik népviseletünket promotálják, illetve hogyha nagyobb ünnep van, vagy falunap, oda már népviseletbe mennek el az asszonyok. Illetve még a tutyi az, ami esetleg még érdekes lehet, az pedig rózsás tutyinak hívták, ezt általában 5 kötőtűvel kötötték, illetve az asszonyok saját maguknak készítették. Az épület a kornak megfelelően háromosztatú füstös konyhás ház. Az oszlopokkal díszített pitaró, hogyha belépünk, akkor a füstös konyhába találjuk magunkat. Ez a hétköznapi élet napi szintere volt. Itt a kemence körül használati tárgyak, illetve a napi használatban levő eszközöket lehet látni, úgy ahogy a tárolóedényeket, a szőtteseket, illetve a sütéshez alkalmas kuglóformákat, aztán a kenyérsütéshez a kenyérsütőlapátot, illetve magát a kemence helyezkedik el itt a központi szerepbe. Ez egy szabad kéményes kemence. Itt általában nap elején már felfűtötték, hogy a 4-5 darab kenyér, mire bekerül, addigra már meleg legyen a kemence. A kenyér tészta maradékából, abból általában langallót készítettek, illetve a gyerekeknek kisebb-kis cipókat, amit mire fölkeltek a gyerekek iskolába menet, akkor már azokat frissen magukkal tudták vinni a gyerekek. Aztán a sarokból található a tisztálkodásra használatos lavor, ugye itt fürdőszobáról nem beszélhetünk, itt a napi tisztálkodást itt végezték az emberek, aztán a tükör, fésülködő tükör, illetve a különböző szőttesek, a törölközők találhatók. Aztán itt vannak az étkezéshez szükséges evőeszközök, illetve az edények. Többnyire itt étkeztek, nem biztos, hogy mindig együtt étkeztek, mivel több generáció is lakott együtt, ezért sorjába, ahogy ugye le tudtak ülni az étkezéshez, úgy egymás után étkeztek. Itt fontos sorrend volt, hogy mindig a házurai, illetve férfiak ültek le először az asztalhoz, aztán, hogyha volt hely, akkor a nagyobb gyerekek, a kisebb gyerekek, illetve a fehér nép, vagy a háziasszony, az pedig a legvégén tudott leülni, illetve az étkezéséhez hozzáfogni. A füstös konyhából kilépve a lakószobába érünk, amely a mindennapi közösségi élet helyszíne volt. Akár 3 generáció is együtt lakhatott, hát több ágy is befér, de most 2 van betéve a kiállítás tárgyaként, de itt akár 10-12 ember is elfért egy helyen. Aztán itt a sarokban látható ugye az étkezéshez használatos kis pamlag, illetve a szövőszéket, illetve a varrógépet is megtalálhatjuk, illetve a fonáshoz szükséges fonóeszközöket. Ugye a téli időszakban, amikor behúzódtak az emberek, nem volt kinti gazdasági munka, akkor itt bent szőttek, illetve fonalat készítettek az asszonyok,
és ezzel ütötték el az időt a téli estéken. Ugye világítás nem volt, petróleumlámpával világítottak, tehát azért elgondolhatjuk, hogy milyen nehéz életük volt abban az időben a lámpafény meg minden egyéb nélkül, illetve itt a Sporhelten készíthettek még plusz ételeket, hogy akkor nem kellett a kemencét felfűteni. Itt is szentképeket is találhatunk a falon, illetve a napi élethez szükséges eszközöket. Ezeket az eszközöket, amik itt látunk a faluházban, ezt mind helyiek adományából tudtuk összegyűjteni. Abban az időben mindenki hadakozott, hogy adhasson valamit a faluházba, és az itt lakó életéből valami kis részt adhasson, és a közösség számára ez így egy látható, élő kiállítás legyen. A kiállítás ez előre egyeztetett időpont szerint látogatható, több látogatót fogadtunk, illetve a kulturális örökség napon is nyitva tartottunk, volt néhány látogatónk, de úgy gondolom, hogy akit érdekel, az megtalál bennünket, akár a honlapon, vagy akár az IKST oldalán is hirdetjük ezt a lehetőséget. Nagyon örülünk neki, hogy ez megvalósult, hiszen az örökségnek egy méltó nyoma van itt a helyi életünk részeként. A ház kívülről megközelíthető helyiségeinek is fontos szerepük volt a vidéki emberek életvitelében. Jelenleg a Pitarba vagyunk, vagy a Tornácon, ez oszlopokkal díszített előtetőt jelent. Ebben az időben, régi időkben ide akár kiülhettek, de a háztáji munkának nagy részét is itt elvégezhették a régi öregek. Illetve itt látható mellettünk egy pincelejáró, illetve mögöttem van a pincelejáró rész, itt pedig a termények, illetve az előállított tejtermékeket tárolták lent a pincébe, mivel a modern világ hiányát élvezték, ugye nem volt hűtő se egyéb olyan eszköz, amivel tárolhatták volna az ételüket, ezért a kenyeret, illetve a romlandó ételeket, húsféléket, azt levitték a pincébe és ott tárolták. Aztán, amint látható, földes a tájházunknak az aljzata, ezt általában sárga agyagból készítették döngöléssel. Ezt nagyon erős, teljesen ledöngölték, hogy kemény aljzat legyen, illetve vagy töreket, gabonatöreket, illetve állati trágyát kevertek a sárga agyag köré, illetve a tetejét egy sárga agyag felülettel kezelték le. Hetente egyszer söpörték ki, ez volt a nagy takarítás, illetve vizes nyolcasokat öntöztek a padozatra, és az, amikor megszáradt, ez volt a padozatnak a dísze úgy igazán. Hátulsó részen található még a kamra, azt is az éléskamrának ugye mi úgy nevezzük ma már, ott is általában tartós élelmiszereket tároltak, a mákot, a gabonát, a babot, minden olyat, amit a téli időszakban ugye el tudtak tárolni, illetve az épület tetején található a padlás, ott pedig a füstöltárut tárolták, amit ugye itt a kemence füstölőnyílásában meg tudtak füstölni, így egy tartósító volt, és ezt fölvitték a padlásra, és ott tárolták a továbbiakban. A mögöttem látó istálló épülete is azt az autentikus részét emeli ki itt Atalának, hogy Atalában a gazdálkodás, illetve az állattartás az 1800-as évektől igen magas szinten működött, és itt a jellegzetes atalai pajta, illetve az istállónak a bejárata a legdíszesebb az épületen túl, hiszen az állatokat olyan nagy becsben tartották, hogy a maguk lakrészét kevésbé díszítették, de az állatoknak a helyét az annál inkább. Október 20-a Szent Vendel a mi védőszentünk, ekkor van a településünknek a búcsúja is, aki az állattartóknak a védőszentje. Hogyha bemennénk a tájháznak az istálló részébe, itt egy gyönyörű jászol található, illetve gyönyörűen kimunkált padozattal találkoznánk. Tehát az állatokat kimondottan nagy becsbe tartották. Abban az időben még volt, hogy a gazda kinn aludt a jószága között, hogyha bármilyen állatbeszély vagy valami száj- és körömfájás betegség is volt itt a településen, úgyhogy úgy óvták az állataikat, hogy szinte minden pillanatot velük töltöttek, hiszen nem csak a napi munkába, de a megélhetősüket is biztosították az állatok. A gyűjtemény iránt töretlen az érdeklődés. A dombovári kistérség településeiről is rendszeresen érkeznek iskolai csoportok, érdeklődők, hogy egy rövid időre visszautazzanak a múltba, és megtekintsék a kulturális örökséget bemutató atalai tájházat. Az épületet az önkormányzat a jövőben szeretné felújítani, ehhez pályázati forrást keresnek.